Dolgozik az úthenger adácson, a kossuth -Lajos úton és az Árpád fejedelem útján is dolgoznak a Magyar Közút Nonprofit Kft. megbízásából, az utak felújítására 178 millió forintot költenek el. A buszmegálló környéké is megújul, mondta el Ócsai László polgármester. Jelen pillanatban zajlik a 32-103-as út felújítása, mint ahogy láttuk is, nagyon vártuk már ezt a felújítást. Szerintem a falunban ez az egyik legfontosabb felújítás most. Ez a leg, legfontosabb kérdés volt, ami az embereket izgatta, hiszen ez az út olyan rossz minőségű volt, hogy szinte járhatatlanná vált. Ígéretet kaptunk rá, a tavalyi év folyamán, hogy ez az út felújításra kerül. Hál' Istennek, mint látjuk, ez most megtörténik. Nagyon örülünk néki. A település vezető elárulta, hogy az építők szerint a felújítás május végén vagy június elején lesz kész, a polgármester szavait idézve, amikor a sörös hordót végig rajta.